A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk egy zenés-táncos rendezvényre, beszélgetünk a bőrvédelem fontosságáról, valamint megnézzük azt is, hogyan zajlott a gyermeknapok regióban. Tartsanak velünk! Tavaly közel 500 újszülöttel gyarapodott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Ez alkalommal idén is ünnepséggel, zenés-táncos gyermekprogramokkal kedveskedett a szervezet a családtagoknak. Na gyere, csücsülj le! Úgy? Te is, Misi, picu-picu-ksa! Ez a kisfiú nagyon szereti testvéreit, kisöccse és húga mellé egy újabb kisfiú érkezett a családba 8 hónappal ezelőtt. Bár édesanyjuk még csak a 20-as éveiben jár, már 4 gyermeket nevel. Azt mondja, nagy családban élni jó, mert a legnagyobb örömöt az életben a gyerekek jelentik számukra. Párom napi 12 óra dolgozik, hogy mindent meg tudjon nekünk, nekik teremteni. Egyedül vagyok velük otthon. Vannak nehéz napok, vannak könnyebb napok. A borsos családban 3 gyermek nevelkedik. Az 5 és 3 éves fiúk mellé tavaly egy újabb kisfiú érkezett. Vannak nehézségek, szokásos testvérharcok, de amúgy mindenki, vagy hát a két nagyobbnál már kiderült, hogy ki mivel jó. A nagyobbik fiúja gépeket szereti, vezetéket, ő mindent megszel, kisebbik ő a traktorokat imádja, vagy hát a középső jobban mondva. Hát a legkisebb ő meg az anyatejet imádja még. Szeretjük a gyereket, most már olyan házban lakunk, ahol el is félünk, nem a kis 50 négyzetméteren kell megosztozni, most már tágasan, családi házban elférünk. A gyermek születik a világra, család is születik. Ez a mottója a Nagy Családosok Országos Egyesülete idei rendezvényének. A szervezet évről évre köszönti azokat a családokat és gyermekeiket, ahol igent mondanak egy-egy újabb életre. Sokszor nehezebb a kicsit nyűgösebb gyermekekkel, de aztán odabújik hozzánk az egyik, vagy ad egy puszit a másik gyermekünk, és egyszerűen belülről kisimul minden, és így felsejlik, hogy mégiscsak jó, mégiscsak ezért érdemes, mégiscsak megszületik bennünk az a békesség, hogy így a családunkkal, a gyermekeinkkel együtt lesz kiteljesedett az életünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy merjünk boldogok lenni, és merjük ezt megmutatni. És ezért van a baba köszöntő programunk is, hogy ünnepeljük és éltessük az életet, mert jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget, ahogy Konfúciusz is egyszer megmondta. Hornung Ágnes hangsúlyozta, a gyermekvállalás fontos döntések elé állítja a szülőket, hiszen a gyermek megszületésével nem csak az öröm sokszorozódik meg, de a feladatok is. Az államtitkár emlékeztetett, 2010-ben a kormány a családok mellé állt. Az elmúlt 13 évben több mint 30 intézkedéssel segítette a szülőket. 2010-ben történt meg az a családbarát fordulat, amelynek során a kormány is a családok mellé állt, és az elmúlt 13 évben több mint 30 intézkedéssel segítjük a családokat, egészen a kisgyermekkortól elkezdve a fiatal szülőket, a fiatalokat, a családosokat és az időseket is. Ezek a 13 évben hozott intézkedések lehetőséget biztosítanak a családoknak, hogy a kicsit nehezebb pillanatokban is segítség álljon mellettük. Egy párat sorolnék fel ezek közül, az intézkedések közül, hiszen számuk az nagyon sok. Támogatjuk az otthonteremtést, támogatjuk a diákokat a diákhitel tartozás elengedésével, támogatjuk az édesanyákat különböző családtámogatási elemekkel, számos adókedvezménnyel támogatjuk a családokat, és ha már a nagycsaládosokról beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni a 4 vagy több gyermeket nevelő édesanyák személyi jövedelem adómentességét. A kormány minél könnyebbé, tehermentesebbé szeretné tenni a szülővé válást, ezen pedig nem változtat. Ezt már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mondta köszöntőjében. Amikor a szankciók által nehéz gazdasági helyzetben vagyunk,
akkor azt mondja a kormány, hogy nem mondunk le erről az alapvető célunkról, nem mondunk le arról, hogy támogassuk, segítsük újabb és újabb magyar gyermekek megszületését és a családok családdá válását. Sőt, ebben az évben még bővíteni is tudtuk a támogatásokat a 30 év alatti anyáknak szóló SZIA mentességgel. Tavaszi szél utat száraz virágom, virágom. Minden madár társat választ, virágom, virágom. A fehérvárcsurgói babaköszöntőn közel 80 olyan család vett részt, akiknél tavaly kisgyermek született. A szervezők azt az új hagyományt szeretnék elterjeszteni, hogy minél több településen tartsanak a jövőben babaköszöntőt. Miért fontos az UV-védelem? Milyen bőrbetegségektől kell tartanunk? Mindezekről beszélgetett kolléganőm Kovács Szilvia stúdiónkban Mosolygó Éva házi orvossal. Megjött a nyár, itt a jó idő, ennek mindenki örül, a napsütések órák száma is megnőtt, de azonban van itt egy de. Erről fogunk beszélgetni Mosolygó Éva házi orvos szakértőnkkel, ugyanis hát ilyenkor fokozottan figyelni kell arra, hogy mennyi a napon töltött idő, ugye, és hát a bőrvédelem, fényvédelem, ez nagyon fontos, erről kell, hogy beszélgessünk, mert sajnos a napsütésnek is vannak azért árnyoldalai. Köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen. Olyannyira, vágjunk is bele, olyannyira, hogy ezt nagyon okosan, nagyon tudatosan kell már a nyár elején odafigyelve felkészülni a napfény áldásos jó hatása mellett arra is, hogy vigyázzunk, mert olyan tényt mondok, amit szerintem kevesen tudnak, hogy az összes rosszindulatú daganat között a bőrrákoknak a száma emelkedik a leggyorsabb mértékben, és ez félelmetes. És azért kell különösen sokat tennünk a védelem érdekében, mert a korán felfedezett bőrrákoknak viszont a 90%-uk maradéktalanul gyógyítható lenne, időben eltávolítva egészséges embert kapunk vissza. Tehát a bőrvédelemre, a fényvédelemre, a nap káros hatásainak kivédésére figyelni mindenképpen kell. Az elején beszélgessünk, akkor egy kicsit most még ne riasszuk el annyira a nézőket, hogy pont a bőrrákkal kezdünk, majd a végére tartogatnám azért, én jó magam is tudnék neked majd egy példát mondani, de szerintem kezdjük az elején azt, hogy miért olyan nagyon fontos az, hogy ezeken kívül, természetesen ugye ez már a végkifejlet, de ugye meg ez hát nagyon sok évig is eltarthat, mire kialakulnak ezek a dolgok, hogy hogyan kell megelőzni, mert... Nemrégiben jártam egyébként bőrgyógyásznál, és tudom, hogy nem csak arra kell odafigyelni, hogy nehogy a bőrrák jöjjön, hanem az, hogy például ilyen barna foltok, mint például már az én arcomon is vannak a napsütés miatt, ezekre ugye vannak nagyon jó védőszerek. Én azt gondolom, hogy mi magyarok nem fordítunk elég figyelmet arra, hogy ez tényleg meglegyen, mindenki így legyint, amikor azt mondják, hogy figyelj, kint töltesz egy pár órát, mondjuk a kollégáim között beszéljük, hogy kint töltünk egy pár órát a napon, mert forgatnunk kell, akkor vigyél magad a bőrvédőt, kent be magad, és akkor sokan legyintenek, hogy dehogy is, minek? Az én bőröm jó. Igen. Ezt honnan tudjuk? Igen, sajnos ez így van a köztudatban ezért, és pont ezért vannak ilyen, jó, ha vannak ilyen műsorok. Van egy nagyon fontos tény, amit kevesen tudnak, hogy a napártalom az életünk során összeadódik. A bőrünk emlékezik, és minden, mert mondhatnánk, hogy és mi van akkor, ha megégek egy kicsit, vagy jobban, akár még a hólyagos szintre, és az már másodfokú égés, de mi van akkor, meggyógyul pár nap alatt, és elfelejtjük, a bőrünk nem felejt. És az ilyen égéses attakoknak az eredménye sajnos összeadódik, és a sok égés sajnos szinte törvényszerűen a bőrnek ilyen kóros reakciójához vezet, mert szegény bőrünk védekezik, pigment termelése védekezik. Ha kis adagban, kulturáltan kapja a napfényt, akkor egyszerűen szépen, fokozatosan, lassanként lebarnulunk. Kóros esetekben nem védve a bőrt, pedig mindenféle reakcióval válaszol, ilyen pigmentfoltokkal is akár, amit mondasz. Mindenféle bőrreakció, nem csak egyszerűen a melanóma az, amitől félnünk kell. Másik rossz indulatú daganat is van, a bazalióma, amiben ugye nem halunk bele, de mindenképpen el kell távolítani, mert nő. Meg hát a jó indulatú bőrelváltozások is, amit a napfény kivált, azok is azt mutatják, hogy ezt nem szereti már a bőr, és kóros reakciókat ad rá.
meg hát persze nem csak a bőrünk reagál, hanem csak így általánosságban megemlítve, mert azokat aztán egyszerűbb kezelni, a napszúrás és a hőguta, a test általános reakciója, a fejet ért túl nagy napfénynél, csak a fej ártalomnál jelentkezik a hőguta, a napszúrás, és ha az egész testünk hőháztartása felborul, az pedig a hőguta, de inkább akkor a bőrvédelemről beszéljünk, talán arra kell nagyobb figyelmet fordítani. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hú, hát nekem ilyen sötét a bőröm, én soha nem égek le, kimegyek egyszer a napra, és akkor csoki barna leszek, és ezért nem használok naptejet, de ugye ez gondolom, hogy nagyon rosszul teszi. Rosszul teszi, de az kétségtelen, hogy a világos bőrű emberek fokozott rizikójúak, és különösen figyelni kell a gyermekekre, mert a gyermekkorban elszenvedett égések egész életre szóló ártalmat okoznak. Szóval kérem szépen az anyukákat, hogy a babákat ne napoztassuk. Egyáltalán ne napoztassuk, a baba csak árnyékban lehet kint. No, három alappillére van a védelemnek, és ebből mindjárt kiderül, hogy ki az, aki fokozottan veszélyeztetett. Egyrészt a ruházatunkkal, hosszú jó fehér ingekkel, nem véletlenül vannak ilyen strandöltözékek, strandruhák is, vannak hosszú jóak, vagy amiket a hajókon viselnek a hajós vitorlás emberek, azok is hosszú jóak, hogy minél nagyobb felületet takarjanak el a bőrön. A krémek és az okos gazdálkodás a napfényel, hogy valóban 11 és 3 óra között ne legyünk kint a napfényen, sziasztázzunk, mint ahogyan a mediterrán népek okosak és jól csinálják. Részben a napvédelem az oka, részben pedig az ő életritmusukba valóban nem ez illik benne bele. Az a bőrtípus, amit kérdeztél, hogy a barnább típusú bőrű emberek valóban védettebbek egy kicsit, és a fehérbőrű, kékszemű, vörös vagy szökehajú, szeplős, könnyen megégő bőrű emberek fokozott rizikónak vannak kitéve. Fokozott rizikójú az az ember, akit a direkt napfényre tesz ki a hobbija, vagy a munkája, az úton kindolgozók, vagy akik sokat forgatnak a napfényen, ők is fokozott rizikónak vannak kitéve. Most érdekes dolgot mondok, az az ember, akinek 50-nél több anyajegye van a testén, akinek nagyon sok anyajegye van, annak kötelező másnak is 50 éves kor fölött, de akinek nagyon sok anyajegye van, több mint 50, vizsgálati adatok szerint nagyobb rizikóval bír a bőrrák irányába, vagy az 50 éves életkor fölött, ahogyan mondom, hogy a szűrővizsgálatok kötelezőek, nagyon-nagyon fontosak és nagyon hatékonyak, mert visszautalok, az időben felfedezett bőrrák után 90% eséllyel meg lehet gyógyulni, ha időben felfedezzük. De minden esetre valóban van egy ilyen, a köztudatban is ennek van részigassága, hogy a barna bőrű emberek védettebbek, a barna bőrű, barna szemű, barna hajú emberek védettebbek, és lehet, hogy itt kellene megmagyarázni, hogy mi a naptejnek az SPF száma, igen, a faktor azt akartam kérdezni, hogy akkor ugye vannak ezek a bőrvédők, mik a jók, erről beszéljünk egy picit, hogy most krémet használjunk, napolajat használjunk, habot is lehet használni, mi a különbség, ugye az 50 faktort nagyon emlegetik, de én már találkoztam, legalábbis nekem az egyik arckrémem 100 faktoros, tehát ezekről egy picit beszéljünk, hogy mik ezek, és miért fontos, hogy ezeket használjuk. Minden napvédő, mindegy, hogy milyen kiszerelés, olaj, krém, hab, spré, az egy oldalt, mindegy, hogy milyen formában van, minden napvédő készítményen van egy SPF szám, ezt kell alapvetően figyelni, ez a Sun Protection Factor, ez azt jelenti, hogy az emberek azt hiszik, hogy egyszerűen csak beszorozzuk a napon töltött időt, tehát hogyha leégnék mondjuk egy óra alatt, akkor egy 50 faktorú naptejjel végtelenség lehetek napon. Ez nem így van. Valóban abból kell kiindulni, hogy a bőrtípusomat megállapítva, például a kékszemű, fehérbőrű embereknek akár mondjuk 3 perc után megéghetnek. És aki azt tapasztalja, hogy a tűző napon 3 percet tud tölteni megégés nélkül, akkor ezt tudja felszorozni valóban a faktorszámmal, de ez nem azt jelenti, hogy mindig, ha újra keni, akkor újra szorzódik, hanem azt jelenti, hogy ez az aznap napon tölthető idő, percek száma. Tehát, hogyha egy példával egy közepes bőrű, közepes színezetű, világosbarna típusú ember mondjuk egy 20 percet kellemesen el tud tölteni a napon, egy 10-es faktorú 10-zel szorzódik,
akkor az 100 perc, 220 percnél 200 percet tud eltölteni a napon, ha helyesen használja a naptejet. Egyrészt mindig újra keni. Másrészt, amikor, mert hogy a vízben leoldódik. Rá van írva, vannak vízálló készítmények, de egyik sem igazán vízálló. Ha bemegyünk a Balatonba, bemegyünk a medencébe, az óhatatlanul leoldódik. És megszáradás után újra kell kenni, és az újrakenés után picit várni kell, amíg beivódik, amíg stabilizálódik a bőrünkön, hogy tudjon szűrni újra. Tehát az összes idő, az nem sokszorozódik, nem kezdődik újra, hanem mindig újra kell kenni a vízezés után. És az az összes. Még a naptej használat rá egy jó tanács, hogy az orrunk és a fülcimpánk kiáll a síkból, és különös figyelmet kell fordítanunk rá. Nagyon sok bazaliomát, ez a, az enyhébbik, jobb indulatú, rossz indulatú bőrrák, bazaliomat látunk a fülcimpán, meg az orron. Azt mondhatom, máshol is van, de hát az, az én tapasztalatom szerint az esetek nagy része a fülcimpán és az orron van, mintha az nem létezne, nem szokták olyan gondosan bekenni az emberek, kérem, hogy erre is figyeljenek. És hogy a gyerekeknek is létezik minimum 50 faktorú, létezik 100-as is naptej, de az sem jelenti azt, hogy mindig majd újra kenjük, és akkor újra akármennyi időt kín, hanem, hanem az az összes nap, összes perc, amit a napon tölthetnek, és mindig újra kenni, és gyerekeket csak szórt fénybe, árnyékba. Abban is barulnak egyébként a babák, látszik, hogy éri napfény a bőrüket, és termelődik a D-vitamin, de kitenni a napfényre a gyermekeket egyáltalán nem szabad. Jó, hogy említetted ezt a bazaliómát az előbb, meg a fülcimpát. Saját példámat mesélném el, mert hogy 2 évvel ezelőtt nekem is bazalióma volt a hátamon. És az az érdekes, hogy előtte mondjuk kiskoromban azért, vagy sokszor leégtem, mondjuk azt mondom gyerekkoromban, vagy serdülőkoromban, mostanában azért mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen mániám, hogy állandóan mindig kifeküdni a napra, ha mondjuk tengerparton vagyunk, és egész nap a tengerparton lenni. Igaz, hogy nem égtem le, mert mindig kentem, de mindig kint voltam. És volt egy 5 év, amíg nem lehettem napon, úgyhogy addig nem. És utána viszont elkezdődött egy ilyen biciklis korszak, természetesen nyitott háttal, meg minden, és szerintem egy nyár erre elég volt, mert többet nem ért az előtti években nap, és egy nyár alatt kialakult egy bazalióma, úgyhogy le is kapták. És hát azóta nyilván figyelek meg, most már nem megyek ki direktbe úgy a napra, meg tényleg ez a 100 faktoros arckrém van, de hogy a múltkor felpattantam a biciklire, amikor még az első ilyen nyári napocska előbújt, tényleg nem volt talán 18 fok vagy ilyesmi, és baseball sapka volt rajtam, és a fülcimpám leégett. Igen. Úgyhogy tényleg ez mondjuk fokozott, de nem gondoltam, hogy le tud égni a fülcimpa, mert általában bukósisakban szoktam lenni, de most ezt itt tapasztaltam, úgyhogy egy kicsit most félek is ettől. Akkor még egy picit pár szót beszéljünk erről a melanomáról és a bazaliomáról. Ugye a bazaliomát mondtad, hogy ez az a típusú bőrrák, ugye sajnos így hívják ezt is, ami ugye nem ad áttétet, tehát ez elég, hogyha leveszik, de azt le kell venni, mert hogy nő. Igen, és nem mindegy, hogy hol van, és milyen arcon, fülön, orron, azért az a komplikált esetek úgy levenni, hogy ne roncs el úgy a komfortérzetünket, az esztétikáját az arcnak, hogy így ne legyen ártalma, de egyértelműen biztonságos udvarral szépen el kell távolítani, minél hamarabb, annál kisebbet kell metszeni. A melanóma pedig az egyik legrossz indalatúbb daganat, legnagyobb eséllyel meg lehet halni benne, hogyha nem veszük észre időben, és már áttétet adott, villámgyorsan megy előre. Villámgyorsan. Szóval az okos viselkedés, és ez azért nagy baj, és azért emelkednek ennyire a rossz indulatú bőrdaganatok száma, mert hogy az ozonrétegünk már nem úgy véd, mint régen, mert a sok környezeti ártalom miatt elvékonyodott az ozonréteg, és a napfény sajnos ártalmasabb, mint régen volt. Ez egyértelmű, úgyhogy okosan kell viselkednünk. És ha még szabad egy másik szempontot is megmondanom, akkor a szép hölgyeknek mondom, és az igényes uraknak, mert most már közöttük is, hál' Istennek, egyre több van, aki figyel magára, hogy az arcbőrünk és egyáltalán a bőrünk ápolására olyan sok figyelmet, pénzt költünk, beavatkozásokkal is akár, meg krémekkel, meg annyira vigyázunk magunkra. Csak csendben mondom, nem, hangosan mondom, hogy a bőr örekedéséért
80%-ban a napfény ártalma felel. Hát hogyha ez egy jó példa, lehet látni időnként összehasonlításokat, hogy egy öreg néni kezét, az öreg nénik még mindig nagy ruhában jártak, nem jártak sortban, és nem érte őket a rövid szoknyában. Gyönyörű, fehér, hibátlan a bőrük. És ha a kéz, a kezünket mindenkinek éri a nap, nagyon sokat éri a nap, és ha mellé tesszük a gyönyörű, hibátlan öreg néni lábbőr mellé a kezünket, amit ér a nap, és napártalom minden jele mutatkozik, és a ráncosodás minden jele mutatkozik, akkor láthatjuk, hogy mit csinál velünk a napfény. Óriási jó dolgokat, fantasztikus élményeket, lehetőségeket, de a bőr öregedését, a ráncosodást ne csak arra költsünk pénzt, hogy a meglévő ráncokat csimítsuk el, és jújjúj, hanem arra is, hogy ne legyünk annyit napon, hogy okosan legyünk napon, hogy ezeket a szabályokat, amikről beszéltünk, tartsuk be, azzal a szépségünket is óvjuk, és hát az is nagyon fontos szempont. Meg az egészségünket is. Az pedig a legfontosabb. Hát legyen akkor most ez egy zárszó, végszó, nem riogatjuk tovább a nézőket, azt javasoljuk szerintem mind a ketten, hogy menjenek és élvezzék a napot, de azért nagyon óvatosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A Bregyóban rendezek gyermekeknek és nevelőszülőknek gyermeknapi programot a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. A gyerekeket számos kézműves foglalkozás és izgalmas programok várták. Kicsik és nagyok együtt rúgták a bőrt a Bregyóban. A focin túl pedig arcfestés, kézműveskedés, csillámtetoválás, de ugrálóvár, póni lovaglás és ügyességi vetélkedők is várták a gyerekeket. Szombaton nevelőszülőknek és gyerekeknek szerveztek gyereknapi programot a Bregyóban. A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ rendezvényén a legkisebbektől egészen a tini korosztályig mindenki jól szórakozott. Összesen egyébként így a két, tehát a hálózatban és a lakásotthonokban közel 500 gyermek nevelkedik, közülük sokan kedvet kaptak és ellátogattak, gazdag programkínálatunk van, és úgy látom, mindenki jól érzi magát a programban. A korosztály nagyon széles körű, tehát a legkisebb gyermekektől a nagykamaszokig mindenféle ellátott gyermekünk van a rendszerben, és úgy igyekeztünk összeállítani, hogy mindenki találjon a kedvére való szórakozást. Szövés, tehát van a kézműves tevékenységek, mint a szövés, gyöngyfűzés, van arcfestés, csillámtetkó, vannak ugrálóvárak, pónilovaglás, a nagyobbaknak ilyen ügyességi vetélkedők, foci vetélkedő is. A Gyermekvédelmi Központban a lelkészek rendszeresen látogatják a lakásotthonokban nevelkedő gyerekeket, és imádságokon, játékos feladatokon keresztül vezetik őket közelebb az Úrhoz. Az egyháznak az eredeti küldetésében mindig jelen volt a szociális feladatoknak az ellátása, a rászorulókkal, illetve mindenféle szegmenssel való érintkezés, így a legkisebbektől a legidősebbekig, és így az egyházunk, a Görögkatolikus Egyház a gyermekvédelemben is részt vesz, ahogyan itt a vezető asszony említette, itt megjelenik ez a nevelőszülői hálózatokban, illetve a lakásotthonokban, illetve több más szociális területen is, és így mindig fontos, hogy a közösségi élményeken keresztül is, lelki programokon keresztül is gyakorlatilag ezeket a gyerekeket minél közelebb tudjuk vezetni az Úrhoz. Mi lelkészek kijárunk a lakásotthonokba a gyerekekkel foglalkozni, hittanos dolgokat átadni, imádságokat elmondani, illetve különböző játékokat is, hiszen ahogyan szoktuk mondani, hogy közösségeink, programjaink keresztül él az egyház. És ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy lelkileg is jelen legyünk mellettük, számíthassanak ránk, illetve ahogyan közösségi programokat szervezünk, gyerekbúcsúra járunk, kirándulásokra, sportprogramokra, egyházi utakra, így ez a program is ezt lefedi, hogy a közösségeket össze tudjuk fogni a gyerekeknek, és így nagyon jó programokat szervezünk. Egy érdekes feladat itt, amit a gyerekek itt majd mögöttünk látható,
Az egyik ilyen bújákat kell eltalálni, és az egyiken a bűnök vannak felsorolva, és azon, hogy dobd ki a bűnt. A másik oldalon pedig egy céltábla, azon pedig a jó tulajdonságok vannak, azt pedig íjjal, nyillal kell eltalálni, és így hát élményszerűen a jó és a rossz közötti választás. Illetve van egy ilyen nagy gyerekkorunkra emlékeztető fakocka, amelyen különböző képek vannak, akár a Szentlélek, mint galamb, akár mint Jézus arc, vagy pedig nagyon szép vidékek a világ bármelyik tájáról, és ezen keresztül is szeretnénk élményt átadni a gyerekeknek. A gyerekek stábunk előtt sem rejtették véka alá, mennyire élvezték a közös programot. Eddig az összestés volt a kedvenc programom, meg a foci. Amúgy itt nagyon jó, nagyon tetszik minden. Nagyon sok ember van, aminek örülök, hogy most mindenki jól van, és itt lehetünk. Örülhetünk, hogy itt vannak a gyerekek, a felnőttek. Tök jó ez a buli. Melyik a kedvenc részed? Nekem az arcfestés, meg volt a csillámtetszkó, még csináltam is. És kivel érkeztél ide? A mamiékkal. Azért jöttem, hogy ki tudjam próbálni a dolgokat, de nekem a legjobb a hoki. A hoki. Meg az ilyen sportok, amik itt vannak. Szélbalúvés, meg van ilyen, hogy a labdával kell ledobni a bójákat. Nagyon jól, és hát még sosem voltam, de nekem nagyon tetszik. Mi a kedvenc programod? Hát, nekem most itt az ugráróvár. Nekem meg az iskolában, a gyereknapon is. A programon egyébként felhívták a figyelmet arra, hogy folyamatosan várják a nevelőszülőnek jelentkezőket, személyesen a Berényi út 102-es szám alatt, vagy a képernyő alján látható webcímen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.